Szeretettel köszöntök mindenkit az öt előadás első részén. És mint azt tudhatjátok, koreai kultúráról, koreai zenről lesz szó. És ahhoz, hogy ezt minél jobban fel tudjuk fogni, javaslok egy egyszerű meditációs gyakorlatot a legelején, amit szinte minden előadás elején fogunk csinálni azért, hogy ne csak a tested legyen itt, hanem a tudatod is legyen itt. És ezt azzal tudjuk elérni, hogyha egy pár percig csendben, akár nyitott, akár csukott szemmel figyeljük a saját lélegzetünket és a hangokat, amelyek ebben a pillanatban hallhatók. Minden más másodlagos, és minden más, ami megjelenik a tudatban, az elhagyható. Tehát testtartás, lélegzet, hangok. És ez így a pillanat teljességét egy picit közelebb tudja hozni. Akkor ismételten köszöntöm a hallgatóságot ezen 3 perces egyszerű tudattisztító gyakorlat után. És mivel megszülettünk és lineáris időben élünk, ezért kezdjük mi is egy kis lineáris történeti visszatekintéssel. A koreai buddhizmus tárgyalásakor felmerül a kérdés, hogy hogyan kezdődött. Mi történt? Hát az történt, hogy körülbelül, nem tudjuk pontosan mikor, Krisztus utáni első században elindult a szútrák beáramlása Koreába. Kik, hogyan, miért, talán a miértet tudjuk, de a kiket és a hogyant azt nem. És már a Mahayana tan, amely akkor már komolyan születőben és kibomlóban volt, elkezdett Koreába áramlani, és mire a Silla dinasztia hatalomra került, addigra már megfelelően datálható, dokumentálható volt, és a Silla dinasztiának a fő vallásává lett. Azt tudnunk kell, hogy egy komoly konfuciánus uralkodóház következett nem sokkal utánuk. Tehát ahogy Kínában a Tang dinasztia 300 éve rendelkezésünkre állt a 9. század végéig, ugye a Silla végéig, a 10. század végéig Koreában is volt, amit én kegyelmi állapotnak nevezek szándékos képzavarra, 4-500 éven keresztül a buddhizmus teljesen el tudott terjedni az egyesített Silla királyságban. Korea minden szegletében több mint 10.000 templomot hozva létre, és ezáltal lerakva a szellemi, kulturális, társadalmi alapjait ennek a vallásnak és ennek a szellemi útnak. Megkülönböztetve hallhattátok. Tehát mondtam, hogy egyszer vallás és egyszer szellemi út. A kettő részben ugyanaz. Részben fedi egymást, és egy bizonyos ponton elkülönül, mert a vallás mindig megmarad a neveknél, a formáknál, bizonyos tanoknál, rituáléknál, olvasmányoknál, dogmatikánál és egzegézisnél, míg a szellemi út az ezen tovább lép, és hogyha a zenről kezdünk el beszélni, vagy a szonról, akkor a zennek a 4 alapelvét kell elsősorban megértenünk és hangsúlyoznunk, ami így szól: nem támaszkodás az írásokra, közvetlenül az ember tudatára való irányulás, megvilágosodás az ember természetének megtapasztalása által, és a tanításokon túlmenő átadás. Ezt eltérő sorrendben is hallhatjátok, de metodológiailag így helyes. Először nagyon komolyan a módszert meg kell látni, és a módszer nem írásokra vagy szútrákra alapozódik, tekintetbe veszi őket, használja őket egy bizonyos fogig, aztán elhagyja őket. Miért teszi ezt? Azért, hogy közvetlenül az ember tudatára irányuljunk, nem az olvasmányra, hanem az olvasóra, nem a tárgyra, hanem az alanyra, nem a teremtetre, hanem a teremtőre. És hogyha ez az irányultság megvan,
akkor ennek a célja az, hogy ezt a teremtőt, az emberi tudatot, azt, ami minden névben és formában a lényeg szintjén jelen van, azt teljes mértékben tapasztaljuk, ez a harmadik alapelv. Az átadása pedig tudattól tudatig történik, és nem függ rituáléktól, olvasmányoktól, társadalmi kultúrás és egyéb konvencióktól, berendezkedéstől, semmi ilyesmitől, egyedül tanító és tanítvány tudati kapcsolatától, a megvilágosodás elismeréséről a tanítvány részéről, és felismeréséről a tanító részéről. Tehát a tanítvány elismeri a tanító megvilágosodottságát, és egy idő után, hogyha kellőképpen gyakorol, törekszik, igyekszik, képzi magát és elhagyja a feleslegeket, akkor a tanító felismeri és elismeri a tanítvány felébredését. Ez az egyetlen kritérium ebben a negyedik alapelvben, az összes többi az körítés. Innentől kezdve van zen. Innentől kezdve érdekes a dolog, és innentől kezdve hozható át más kultúrákba, ahogy azt Kínából átvitték Koreába, Japánba, az északi átadási vonalon. Amíg ez a négy alapelv megvan, addig beszélhetünk közvetlen útról, közvetlen megismerésről és közvetlen elérésről is. És most a koreai buddhizmusnak a nemizmus részét szeretném kibontani. Ugyanis itt mi nyugaton azt mondjuk, hogy buddhizm, buddhizmus, stb. Viszont szerencsére az ázsiai nyelvek általam ismert hányadában az izmus, mint olyan, nincs. Ehelyett arról beszélnek, hogy bul-kyo, a bul az a buddha, a kyo pedig, mint a neveltetésben a kyo, tanítás. Tehát a buddha tana, vagy bul-to, a buddha útja, vagy bul-bob, a buddha törvénye, mint tanítás, mint dharma. Hát ez a három megnevezés van, ezek közül a követők, az úton járók a bul-bobot szeretik nagyon, tehát a buddha tana, és ez a bob, ez koreaiul ugyanúgy dharma, mint jog és igazságügy. Tehát a bokmu, az az igazságügyminisztérium, ott van szóval, nem megnézni. És a kucsonyimbok, az pedig a buddha tanítása, a buddha dharmája. Ugyanis az okozati működés, az a világ minden területén ugyanaz, csak más nyelvi, kulturális, társadalmi vetületei vannak. Az okozatiság felismerése elsősorban így indul a tan, amikor a teremtett világ okozati viszonyait megismerjük. Ha ezt kiöntöm, akkor nedves lesz a pokróc, a padló, a tatami, és üres lesz a pohár. Tehát a víz lefelé folyik, a felhők fölfelé szállnak. Ez a teremtett világ okozatiságából egy csipet. És ebből meg kell ismerni eleget ahhoz, hogy a teremtő okozatiságát ismert addig a pontig, amikor az ok és okozat kettőssége eltűnik. Amikor a teremtés mozdulatában a teremtő és a teremtett dualitása eltűnik. Ez egy nagyon hosszú út. Körülbelül az ahhoz hasonlít, ahhoz, hogy ezt a pontot megtapasztald, ahhoz erőfeszítés szükséges. Nem azért, mert szenvedés és megvilágosodás objektíve létezik, hanem azért, mert karmánk van. Olyan tudati szokásaink vannak, amelyek meggátolják, hogy ezt a megismerést, ezt a tapasztalatot egyből megszerezzük, hiszen valahol érzékszervekhez kötött életet élünk. Elhisszük nagyon, amit látunk, hallunk, szagolunk, tapintunk, ízlelünk, gondolunk és érzünk, és ezen elhitt valóság tapasztalatáért vagyunk itt. Ezt nem akarnánk tapasztalni, de egyáltalán nem, akkor nem itt lennénk, vagy nem így. Úgyhogy ezen teremtett világ tapasztalata, az ebben lévő okozati viszonyok felismerése, ez az első réteg. Utána az okozati viszonyoknak a bölcsességgel való átlátása, ez már a dharmába való belépés, és utána megpróbáljuk megtapasztalni azt, hogy honnan jön ez az egész. Honnan származik az ok és az okozat? Honnan jön az alfa és az omega? A kezdet és a vég? A jó és a rossz? Az élet és a halál?
Tehát ezeknek a kettősségnek az eredetét lehet megtalálni ezen az úton, amely végül eljut addig a lényegig, amelynek eredetileg nincs neve és formája, keletkezése és megszűnése, de az emberben azt mondja, hogy én. Az égben a kék, a padlóban a barna, a világnak az ilyensége ez a természet. És ennek a tapasztalata válik lehetségessé az úton, és ezzel meg tudunk szabadulni érzékszervi kötöttségeinktől, meg tudunk szabadulni az élet és halál körforgásának a kényszerétől. És ahogy ezt Koreában páran láttátok, mert itt Koreát megjárt emberek is vannak, ennek vannak bizonyos vallási vetületei, amelyekkel itt mi nem foglalkozunk hivatalból sem, és egyébként sem. Nagyon sokszor kérdezték Koreában, hogy én milyen vallást követtem, mielőtt a Buddha útjára tértem, és azt mondtam, hogy semmilyet. Semmilyet, és megkérdezik, és most jó, hogy vallásos vagy? De mondom, most se vagyok vallásos, viszont útonjárónak látom, és szeretném tartani magam a jövőben is. És a vallással önmagával nincs baj, az embereknek a szűk tudatával igen. És ez az a tudati szűkültség, ami a szenvedés forrása. És nem szobrok, írások, kegyhelyek. Tehát innentől kezdve van út, hogy ezt a tudati korlátot, a sajátodat szeretnéd fölfeszíteni, kinyitni, és ehhez kérdések jók. Erre kérdések nagyon célra vezetők. A definíciók azok bezárnak, a kérdések kinyitnak. És ezért a koreai meditációs gyakorlatnak a gyökere, a talpontja az egy kérdés, hogy mi ez? Mi az, ami benned lát? Mi az, ami hall? Mi az, ami gondolkodik, érez, beszél? Mi az, ami ebben a testben életre kel és megszületik? És mi az, ami meghal? Magyarul, mi ez? És ez a kérdés, ez minden dogmatikát meghalad, minden vallásos ortodoxiát fölülír, és valahol feleslegessé tesz, de nem szüntet meg, mert van, akinek az kell, hogy nagyon komoly, ugye, körülhatárolt, definitív vallási praxisa legyen, mert neki ez segít. Viszont nem az az abszolút, és nem az a végső. Tehát ha már mersz kérdezni, akkor azzal együtt elkezdesz látni is. Tehát a nagy kérdés, hogy mi ez, mellé kell egy nagy bátorság, hogy merj látni. És hogyha ez megvan, akkor abból látás alapú és tapasztalati alapú bölcsesség születik. Ezt nem adják ingyen, ehhez neked a saját akadályaidon át kell lépni. Ehhez neked önmagadat meg kell haladni. A kialakult énkép és világkép kötöttségeit le kell tudni vetni. Magyarul hajlandónak kell lenni változni. És nem kényszerből kívülről, hanem hajlandóan, elhatározás által, de nem akaratból, belülről. Úgyhogy az útnak rengeteg eleme van, de nagyon sokszor csak azt tudjuk, hogy miről nem szól. Nem szól szilárd énképről, nem szól begyökeresedett, begyökösödött világképről, de szól egy állandó látásról és megismerésről, ami dinamikus és alakítható. Viszont vannak szilárd elemei, de nincsen ortodox rendszere. És innentől kezdve az okozati törvény az nem lehatárol, hanem segít. Tehát a tűz forró. Ezt tudnunk kell. A fa éghető. A fém olvad. A föld porhanyós, de lehet nedves, és meg is tudod szilárdítani. A tudatban is ezek az elemek, ilyen típusú gondolatok vannak, és ezeket meg lehet ismerni. Csak ne zárd le. Ne szabj határt magadnak. És akkor az úton egyenesen tudsz menni. Ez az egyenesség, ez az egyenesen haladás. Ez ahhoz képest fontos, hogy általában ciklikusan ismétlünk dolgokat.
Ezt hívják a tanban Won Heng Dongnak, a Won az kör, a Heng Dong az pedig cselekvés. Ciklikus, szokás alapú, ismétlődő cselekvés. És nagy részt nem vagyunk vele tisztában. Tehát nem csak, hogy ismételjük életünket és halálunkat, életünkön belül kondicionált rutinokat ismétlünk, nagyjából úgy, ahogy ezt Pavlov doktor meglátta, azon az alapon. És ezeket a beépített reflexeket nagy részt nem látjuk. A tudatosságunk körülbelül úgy aránylik a tudattalanhoz, mint a látható és a nem látható univerzum, ami jelenleg 4/96%. És hogy ezt egy picit eltoljuk a látott, a tudatos felé, ahhoz kell erőfeszítést tenni, és arra van a meditációs gyakorlat kitalálva, az ülő meditációval, az énekléssel, a leborulással, az esetleges koan gyakorlattal együtt az egészet erre találták ki. Másképp is használható, másképp is értelmezhető, de a meghaladó cél, a megszabadulás irányába történő haladás, az ezt involválja, ezt vonja magába. A következőkben azt hiszem, hogy ez a következő előadásokra elővetíthető, foglalkozunk majd a buddhizmus számos nagy alakjával, de ez nem történelem óra. Szerencsére, mert akkor én megbuknék, és nagyon-nagyon csúfos végem lenne, hogyha a buddhizmus koreai történetét itt valaki cakra pontosan számon kérni rajta, milyen nincs, szerencsére. Viszont megemlítenék most egy olyan személyt, sőt hármat, akinek a központi alakja nélkül nem lenne ma a koreai buddhizmus úgy, ahogy ismerjük. És ő pedig Mangong Sunyim, Mangong Zen mester, aki a Sudoksa familiának volt oszlopos tagja. Az ő elődje volt Gyongho Sunyim, a koreai buddhizmus újraélesztője gyakorlatilag. Egy nagyon komoly, ugye, Joseon dinasztiai 500 év, 500 konfuciánus év Csipke Rózsika álmából kellett egy picit felrázni a buddhizmust a 19. század végén, amikor már érezhető volt a változás. Mangong Sunyim a 20. század első felének volt a legnagyobb tanítója, 114 inkát osztott ki, ebből három nagy szerzetesi tanítványa lett, és az egyik elment Mandzsúriába, Suhol Sunyim. Heol Sunyim volt a déli része, Korea déli részének a nagy tanítója, és Kobong Sunyim volt a másik, aki ott az északabbi felében tevékenykedett. És az én tanítom Szungszán Sunyim, Kobong Sunyim egyetlen szerzetesi tanítványa volt. Tehát ez a vonal, ez így áll föl, és van sok ága, de ezt sietek megjegyezni, mert Gyongho Sunyim előtt egészen talán Szoszán Tészáig, ha visszamegyünk, és ez több száz év, úgy nem olyan találunk ilyen meghatározó egyéniséget. Még Szoszán előtt aztán voltak még jó páran. De ezt sietek megjegyezni, hogy ahogy a világ változott, úgy a tan is adaptálódott. És az nagyon fontos volt, hogy a Yi vagy Joseon dinasztia 500 évre felküldte a hegyekbe a meditációs szerzeteseket, mondván, hogy aki városban tanít, és szont, tehát meditációt tanít, azt azonnyomban hidegre teszi, különböző módszerekkel, a számüzetéstől kezdve az egyéb ilyen nagyon csúnya módszerekig. És extrém esetben a halálbüntetés sem volt kizárt. Nem tudom, hogy alkalmazták-e, de benne volt a papírban. Tehát mindenki, aki a társadalmat meghaladó, vagy az abból kilépő tant óhajtotta gyakorolni, irány fel a hegyre, ne bomlasszom itt a városban senkit, és csak azt a szutra és rituálé, tehát szertartást, tanítást tűrték meg, ami a rendszert szolgálta. Ami meghaladta, azt nem tekintették ugyan ellenségnek, de barátnak sem, és ezért maradhatott meg a buddhizmus gyakorlatilag a Huineng, 6. pátriárka, vagy korábban Hennünk Sunyim állapotában, az eredeti tanítás tisztaságában fönt a hegyen, egészen addig, amíg a japán hódítás egy picikét hatás nem kezdett gyakorolni el 1911-től. Tehát ezt azért sietek itt történelmileg ezeket a talpontokat, sarokszámokat lerakni, hogy lássuk azt, hogy miért lett ilyen, amilyen, és hogy mi az a gyönyörűen fénylő, tiszta belső mag, ami a mai napig használható.
ugyanis megbonyolítani, struktúrálni egy dolgot nagyon könnyű. Eredeti tisztaságában és szabadságában megtartani rendkívül nehéz, ha más nem, nézd meg a saját emberi kapcsolataidat. Hogy kezdődnek, hogy folytatódnak, és hogy végződnek. Tehát mi az a gyönyörű, tiszta, fantasztikus szikra, ami két ember között megjelenik, és utána pedig mi lesz abból az idők során, és ha véget ér, akkor az milyen formában ér véget? Nem egy ugyanilyen tiszta, gyönyörű szikrával, hanem valami egész mással. Ez a szellemi hagyományok esetében is így van. Van egy alapító, akinek van egy gyönyörű szellemi szikrája, ami kiárad, és az emberek ezt a fényt követik. Utána az a társadalomban elkezd objektiválódni, anyagiasulni, rendszeresülni, létesülni. És akkor a spiritualitásból szép lassan vagy nagyon gyorsan vallás lesz, ez egy pár évszázad. És utána ezek átvesznek kulturális, társadalmi, egyéb funkciókat és jellegeket. Ezek előregszenek, az emberek kiábrándulnak belőle. És utána pedig kell egy újabb tanító, aki ezt a szövét neked, ezt a gyönyörű, tiszta, szellemi magvat, ezt újra a maga eredetiségében és tisztaságában hozza, és ezzel újjáéleszti az egészet. Nagyon hasonló az egész a gyümölcsfa terméséhez. Tehát nézd meg, hogy a gyümölcsfa kinő, egy ilyen gyönge kis facsemetéből lesz egy ilyen hatalmas valami, annak levele, ága, formája, struktúrája, működése, mindene van, és van mondjuk az alma sok-sok példányban, azok mindenhova leesnek, és egy-egy magból lesz csak egy újabb facsemete. És az megint hozza azt a hajlékonyságot, frissességet, amit ugye az eredeti. Úgyhogy a vallások is ciklusokban működnek, az eredeti tudat az nem ciklikus. De a mi ciklikus létünkben, ebben a lineáris időben ismétlődő szokásokkal, ez bizony ciklusban tapasztalható. Ahhoz, hogy ez a pillanathoz elérjünk, ahhoz nagyon sok kört kell futnunk. Futjuk is, kőkemény. Úgyhogy Kobong Sunyimnak a tanítványa Sung San Sunyim, ő a 60-es években Japánban volt 4 évet, és ezt is a tanítója utasítására tette, és utána 72-ben vitte nyugatra a tant, és ennek számos ága és számos követője akadt, számos szervezet is alakult, és ezen szervezetek nem reprezentálják a tant, hanem azok az emberek reprezentálják, akik ezen szervezetekben vagy azokon kívül, de a mestertanítását követve gyakorolnak, élnek, dolgoznak és tanítanak. Tehát én úgy gondolom, hogy bevezetőnek egy kicsit a szellemi oldalról, egy kicsit a történeti oldalról, és egy kicsit a személyes oldalról ennyi most egy ízelítőnek elég. Azért mondom ezt, hogy váltsunk át kérdés és válasz féle interakcióra, mert amit én szeretnék mondani, és érdemesnek tartok elmondani, az sokkal, de sokkal kevésbé fontos, mint amit te hallani akarsz. Mint amire úgy érzed, hogy szükséged van. Tehát most mindenki készfeltartással kérdést tehet fel, amely vonatkozhat az elhangzottak bármelyik porcikájára, vagy lehet tőle teljesen független. Magyarul azt kérdezel, ami benned följön, és ami igazából számodra fontos, amire tényleg kíváncsi vagy. Úgyhogy tétek a lehetőség, akinek kérdése van, bátran szóljon. Akkor legyen egy személyes kérdés. Ön hogy találkozott ezzel a buddhizmusnak ezzel a fajtájával, és mi fogta meg benne? Úgy találkoztam vele, hogy akik először ugye közvetítették nekem ezt a tant, azok tegeződtek. Én ezt javaslom, ezt a hagyományt tovább visszük, és ez most mindenkire érvényes. Én nekem a mai napig barátom az az ember, aki akkor segített. 1990-re kialakult egy komoly életválság, és ez jó. A válságok nélkül nem megyünk előre. És amikor az intellektuális, érzelmi és identitásválság egyszerre jön be,
akkor úgy túl sok más működő részegység nem marad. Mondjuk enni meg aludni úgy helyet közel tud az ember, de hogy más nagyon működőképes nem marad. És az egy külön történet, hogy ezt mi váltottak ki, ebben most nem mennék bele. De ami igazán fontos, hogy ebből a válságból az ember egyrészt milyen irányba akar kijönni, és ennek érdekében milyen döntéseket hoz. Mindenki kerül válsághelyzetbe, és ekkor szeretném azt lefektetni, hogy nem az eredmény számít, mert egyik eredmény sem tartós. Mindegyik eredményből tovább lépsz. De hogy milyen irányba lépsz tovább, és milyen döntéseket hozol, az örökre veled marad. És az én döntésem az volt, hogy szeretném megismerni azt, ami az identitásokat fölveszi, ugyanis lehet háziasszony, családanya, tanítónéni, portásnéni, takarítónéni, bárki, de van valami, ami ezeken keresztül megy. És ez egy életre is igaz, egy életszakaszra is igaz, és több életre is igaz. Tehát mi az, ami ezeket az identitásokat fölveszi, és mi az, ami egyszer csak jól érzi magát, aztán meg piszok rosszul érzi magát, egyszer élni akar másszor, meg nagyon sokszor és gyorsan meghalni. Tehát mi ez? És eljutottunk ez a kérdéshez, hogy mi ez? És akkor, mivel a honi kultúra és ezt az európai össznyugati kultúrára értem, képtelen voltam olyan választ találni, ami akár a vallás, a művetség, a tudomány, a művészet bármi oldalról számomra elfogadható, segítő, élhető lett volna, ezért import terméket voltam kénytelen vásárolni, és elkezdtem keresgélni a keleti tanok környékén. Nota bene, hogy ezelőtt foglalkoztam így érintőlegesen, így jogával meg beleszagoltam a buddhizmus különböző ágaiba, tehát nem volt ismeretlen előttem a blog. De ahhoz kellett egy nagyon komoly barát, aki engem addig, már 6 éve ismert és szellemi beszélgetéseket folytattunk. Amikor kipattant a válság, akkor azt mondta, na akkor most ezt a zen közösséget legyen szíves meglátogatni. Szerinte úgy gondolt, hogy választ adnak a kérdésekre, és ez szerencsére nem következett. Ha elkezdenek nekem ott válaszolni és okosak lenni és osztani az észt, akkor biztos, hogy nem maradok ott, nem tudom, hogy elpályázok. Mint az összes többi olyan helyre, hogy rögtön meg akarták mondani, hogy én ki vagyok, mi a dolgom, mi az az élet. Az egész le van káderezve, kis könyvekben, vastag, vékony, szép, pörgötés, puha, stb. Le van írva, nyeld be, megvan hozzá a motiváció, nyeld be, hidd el, és ettől jó lesz neked. Nekem ebből elegem volt. Addig én ezt az iskolát meg kijártam. Többszörösen kiábrándultam, csalódtam magamban, másokban, de végig is mindig magamban. Mert a saját ugye, kudarc élmény az mindig a saját téves nézettel, vágyal és haraggal köthető össze, csak ezt az ember mindig projektálja kifele. Magyarul elegem volt az objektív általánokból, és szerettem volna valami olyasmit, ami ténylegesen tapasztalhatóan transzcendens élményt ad, és ezáltal választ kapok a kérdésemre, de úgy, hogy azokat én gyártom le. De nem ezzel a tudattal, mert ezzel képtelen vagyok. És az első komoly mozdulat, amire emlékszem, beszélgettünk és gyönyörű volt 90. szeptemberében, tehát pontosan 22 éve volt az első kapavágás. És az első alkalomnak a bölcsesség az abban sumázható, hogy kiderítették számomra, hogy ha fel tudtál tenni egy kérdést, akkor meg is tudod válaszolni. Ugyanis ahonnan jön a kérdés, ugyanonnan jön a válasz is. Csak dolgozni kell érte. És ez nekem nagyon tetszett. Ez annyira tetszett, hogy a mai napig ezt élem és ezt tanítom. Mert ebben hiszek. Mert miért? Mert tapasztaltam. Választ tudsz kapni a saját kérdéseidre, ha lejutsz addig a lényegig, ahonnan az a kérdés jött. És az a vicc, hogyha te ezt elhatározod magad, hogy már pedig te a végére jársz, az egész univerzum segítséget kezd elműteni. De amíg elkezdünk ugye ezzel foglalkozni, mennyit kell addig projektálni, illúzióban élni, másokat hibáztatni, hogy miért nem vagyok én boldog, és miért nem jön be nekem semmi, addig légüres tér van, és így foszlanak szét a lehetőségek, és miért kezedbe veszed a sorsodat, magadhoz ragadod a kezdeményezést, és megpróbálsz egy szellemileg független úton járni, nem egyedül, de önálló erővel, önerővel,
azon nyomban a segítség megjelenik. Ez az első paradoxon, amivel megismerkedünk, és még lesz jó pár érzelmi, gondolat és lét paradoxon, amit ne én vezessek elő, hanem ti kérdezzetek rá, hogy hogy van az, hogy ez így, ez meg ez, hogy együtt, és ezt így éljük? Tehát például, hogy van egy testünk, és van egy tudatunk, és a kettő valami egész másképp működik. És valahogy nem kompatibilis a kettő. Hát nézd meg! Van egy tudat, ami a tökéletességre, a boldogságra és az örök létre vágyik, így csutkából. És hogyha megnézed, hogy a testi lét neked mit ad, tökéletlenséget, boldogtalanságot, és így akkora mulandóságot, hogy gyakorlatilag egy ilyen kis tiszavirág életű 70-80-90 évet töltesz itt, ami a természet többi részéhez képest egy ilyen szikra. Tiszavirág ott a víz felületén, aztán szevasz. Miért is csináljuk ezt? Hogyan is működik ez az egész? Miért születtünk ide erre a földre? Miért működünk így tudatilag és fizikailag? Mit lehet ebből kihozni? Van-e értelme egyáltalán, vagy ha nincs, akkor adható-e értelem neki? Tehát ezekkel a kérdésekkel érdemes foglalkozni, gondoltam én, és nem azzal, hogy nekem adnak egy újabb öndefiníciót, amit megint csak kényszerzubbonyként érzek, mert kiderült, hogy az összes az volt. Úgyhogy amikor az első mantra ciklus megvolt, meg az első meditáció, meg az első beszélgetés, végképp nem akarták a tutit megmondani nekem, csak utat mutattak, hogy erre itt lehet menni, és ezt lehet csinálni, akkor én nagyon nagy boldog mosolyra jöttem a Trencséni utcából, Szabadsághegy, és ez tényleg a Szabadsághegye volt akkor. Úgyhogy az szépen ment, és komoly válságokon keresztül lehetett menni, és a tan maga sohasem mondott csődöt. Én lehet, a szervezeti kapcsolataim lehet, az emberi kapcsolataim lehet, de a tan maga, a működése hibátlan. Tehát azért szép ez az egész, mert az univerzum megismerhető, az okozatiság feltárható, a létmódunk meglátható. És ebből a látásból, amit a Buddha vidyának nevez, látásnak, ebből lehet igazán építkezni. Ez a szilárd alap, ez az erős szikla. Az illúzió az csak futóhova. Úgyhogy én itt találkoztam ezzel, és én azt szeretném, hogy életről életre valami hasonlóval, nekem mindegy, hogy mit, csak valami hasonló hatású gyógyszer kell, hogy a saját hülyeségemet minél hamarabb, lehetőleg egy életen belül kellőképpen leküzdjem. És ez azért fontos, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor nem csak hogy szenvedünk, az egy dolog. Szenvedünk, ezt így el lehet fogadni. De szenvedtetünk is. Tehát a saját téves nézeteink, haragunk és vágyaink nem maradnak a kapunk belül. Terjednek, mint a vírus. Tehát ezért fontos a tudat megtisztítása, hogy ne csak, hogy te ne szenvedj, mert ez egy nagyon önös dolog, hanem hogy ne szenvedtess. És ekkor vagyunk már szociális lények, ekkor vagyunk felelősek, és ekkor kezdjük el meghaladni azt a kondicionáltságot, amiben születtünk bele. Jó? Ezért. És így. Egyéb kérdés? Maradnék a személyes vonalon. Marci, te már annyira ismersz engem, mint a rossz tokasz. Ez érdekelt régről, hogy a szukszámester talált meg téged, vagy te őt, vagy ő választotta. Amikor a kiskacsa kikel a tojásból, akkor mit csinál? Megy az anyja után. Megy a nagykacsa után. De az, hogy ő tanítványnak fogadott, az, az volt egy kiválasztódás, vagy az úgy jött? Elég hülye kérdés itt. Türelemmel keresem azt a bölcs választ, amit egy ilyen kérdéssel lehet adni, és így adnak. Nekem már el is van a válasz. Én csak azt tudom elmondani, hogy hogy történt, azt tettem majd értelmezett magadnak, ha ezt viszáll. Már értelmeztem úgy, ahogy is. Például. Drága ember. Na, a lényeg az, hogy ez úgy történt, hogy 91 áprilisában az én süldőzen gyakorlatom ilyen nagyjából 9. hónapjában megjelent Szungszán Zenmester a Kertészeti Egyetemen közösségi szervezésében,
és tartott egy darabbeszédet, amely nagyon hasonló felállásra, csak 300 fős hallgatósággal zajlott. Volt egy bevezető, és volt kérdés-válasz. Feltettem egy kérdést, és ő válaszolt rá. Aztán a következő nap volt meditációs workshop, mert akkor is itt flancoltunk, workshopot, és akkor is lehetett, ott már csak 80-an voltunk, és ott is lehetett kérdezni, és ismersz eléggé asszertív módon fel tudok lépni, ha szeretnék, és akkor is kérdeztem. És akkor is válaszolt, és gyakorlatilag ez a két tudati interakció az eldöntött mindent, és a mai napig nem akarom definiálni, hogy ez most mi volt, ki, hogy, merre talált meg, mi? Ezt én nem tudom. Én azt tudom, ez az ember az életemet teljesen át minősítette úgy, hogy nem csinált semmit. Annyi történt, hogy ő csak jött, láttam, és utána mindenki győzött. Tehát ez egy nagyon fontos momentum, hogy ezt az ember a maga valóságában és értelmezhetetlenségében fogja fel, mert erre nem tudok címkét akasztani. Az volt a második és utolsó látogatása Magyarországon. Utána minden évben láttuk hol Lengyelországban, hol Amerikában, ment USA, aztán 94-ben nekem irány Korea, és 6 évig szinte minden nap láttuk, és az volt az arany alkony. Az volt az a tanítás, amit 95 tavaszától 99 őszéig minden nap, amikor ott volt a szöuli Vagyasz a templomban, följött. Van felolvasás, kérdés-válasz, ha esett, ha fújt, ha kiolcse volt, ha hegye, tehát visszavonulás vagy laza időszak, abból élünk a mai napig. Olyan, hogy egy zenmester ilyet csináljon, arra még példa nem volt. Általában ilyen konfuciánus uralkodó per félisteni mi volt van, totál elzárják magukat a külvilágtól, van egy kis kunyhó, ugye, vagy egy szép kis templomépület, nem kíván törlendő, ott van, és néha lejön, havonta egyszer tart egy teliholdas darabbeszédet, ha még ő tartja. A visszavonulásokon általában nem ül együtt a többivel. Szubzászonyom se ült velünk már a 90-es években, túl reg volt a test, de tanítani feljött minden nap, és elérhetted a darmáját. Én nem mentem vele teázni a szobájába, mert nem volt miért. Évente egyszer, maximálisan kétszer kértem, kvázi magán kihallgatás, vagy magán beszélgetés, és az beszélgetés volt, az gyönyörűek, nem kellett. Én a darmáért mentem oda, nem azért, hogy barátkozzak egy zenmesterrel, mert hogyha igazából belevaló az a zenmester, az nem hagyja, hogy barátkozzál vele. És nem is barátság talán. De ez nem a bratizásról szól. Tehát nagyon, nagyon érdekes, hogy a darmája teljesen nyitott volt, és abszolút tiszta, elérhető, élhető. De az, hogy te a személyhez közel akarják kerülni, ahhoz nagyon botornak kellett lenni, hogy pillanatokat kivágott, mint macskát. Tudod? Tehát ez... Igen. Te bármit el akartál a személyesen érni, az... kész. De ha te gyakoroltál és kezdted lehártani magadról a guánót, ami ott volt már életek óta, keményen vastagon, azt észrevetted. Ez volt a fontos. Jó? Más kérdés? Az ennek az ágának milyen, hát nem vallás, de hogy milyen gyakorlata van, szó volt a meditációról, hogy felolvasnak, hogy esetleg beszélgetések vannak, hogy esetleg vegetáljanak, ilyesmiről szeretnék kérdezni. Mondtam. Tehát kezdjük ott, hogy világi gyakorlat. A világi gyakorlat az úgy megy, hogy elmegy a templomba, tisztelt ad a Buddhának, leborul a Buddha szobrok előtt, énekli a Buddha vagy Bodhisattva nevét, illetve meditál, és mindez világi környezetben, szertartásteremben, vagy az erre kijelölt zentáramban. Ez gyakorlatilag a 100 napos kídótól kezdve a világiak által részidőben végzett 90 napos meditáció, mert ők dolgoznak közben. Majd mondom, hogy kit láttam ilyet csinálni. Ilyen gyakorlatok vannak, de most egy picikét, hogy ez hogy működik. Megtanítják a szerzetesek a világékat, hogy hogyan gyakoroljanak. Nem úgy és nem annyira technikai értelemben, mint mondjuk itt, mert itt mindenki a módszerre meg a szisztémára kíváncsi elsősorban, de ott a tudati alapokat rakják le először, megtanítják őket az ok és okozat, az erény és a bűn fogalmára, mert ezekkel kezdeni,
nem bűntudatot ébresztünk, csak azért a jót és a rosszat elkezdjük elkönteni alapból, mint hogy egy gyereket tanítasz arra, hogy ebből egyé, ebből ne egyé. Ezt idd meg, azt ne idd meg. Tehát ez így indul. És akkor, amikor ez a gyakorlat egy picikét már beindult, akkor a finomabb tanítások következnek, de teljes időben, tehát 90 napig, reggeltől esti meditációt csak szerzetesek és szerzetesnők végezhettek a közelmúltig, évszázadokon keresztül. Tehát a test gyakorlat, tehát a fizikai fókusz az a leboruló gyakorlat, az egy megbánó és a karmát meghaladó mozdulat, a buddha természet karmát fölé való emelés, és ezért látod azt, hogy a buddhát megemelik maguk fölé, és ezáltal egy csomó fizikai karmát ledolgoznak. De csak akkor, hogyha megfelelő tudattal borulnak, mert egyébként gimnasztika az egész. Nagyon fontos. Az éneklés ugyanez. Amikor egy bódhiszatva például a Panszenbosszán nevét éneklik, az az együttérzés bódhiszatvája. És nem azért éneklik alapból, hogy valamit kapjanak vagy nyerjenek, ez a változat is létezik. Nagymama énekel az egyetemista vagy egyetemre készülő unokájáért, hogy jusson be az egyetemre, ilyen is van. De aki már a tanításnak egy bizonyos fokát elérte, az azért énekel, hogy a tudata azt a principiumot valósítsa meg, ami az énekben van. Tehát ha az együttérzés bódhiszatvájának, Panszenbosszának a nevét énekli, akkor együttérzővé szeretne válni, de sokkal nagyobb mértékben, mint ami addig volt. Ha Munsu Bosszál a bölcsesség, akkor ugye bölcsebb szeretne lenni. És az az érdekes, hogy a tudat ezt megcsinálja. Ez kb. Olyan, hogy ha beidomítottál egy kutyát és az, hogy ülsz, akkor az leül. Lábhoz, odajön lábhoz. De a tudat is ilyen, csak hát remélhetőleg magasabb szinten, az együttérzés. Akkor az azon nyomban megy az együttérzés felé, csak meg kell neki mondani sokszor azért, hogy ne másfele menjen. Tehát ez egy transformációs gyakorlat, úgyhogy a korábbi szokásokból kiemeled az energiát, és egy új edénybe, új szokásba teszed bele. No? Ez az éneklő gyakorlat. A meditációs gyakorlat például az immoko, vagy a mi ez kérdéssel való foglalkozás, amit itt tartanak a tantiemben, vagy tanjonban, és ez a kérdés a gondolkodás meghaladására alkalmas. Minden dualisztikus vagy diszkurzív gondolkodási folyamat megszűnik, és ebbe a kérdésbe visszajön ez az energia, és a kérdés verbalitása is eltűnik a meditáció egy bizonyos fokán, és megmarad a tárgyatlan tudat, és teljesen polarizált, azt mondanám, hogy fókusz, de nem tárgyas figyelem. Tehát egy olyan figyelem, aminek nincs tárgya, de ebben a pillanatban tökéletesen jelen van. Tehát a figyelmet, a tárgyas figyelmet egy tökéletesen tiszta, világos jelenlétté oldotta fel. A három gyakorlattípus, mint leborulás, éneklés és ülés, ahhoz hasonlítható, amikor a jeget feltöröd, leborulás, a jeges vizet forrásig hevíted, éneklés, és utána pedig a vízgőz vagy pára elfúvása, ülés. Vannak egyebek is, csak most maradjunk meg az adott rendszerben. És ezt a tudatot ugye később finomíthatod koan gyakorlattal, egyéb megismerésekkel, stb. Ez azért fontos, mert hogyha rendszerében látod az egészet, akkor a szerzetesek, szerzetesnők is leborulással és énekléssel foglalkoznak az első 4-5 évben leginkább, hogy a saját személyes karmájuk tisztuljon, és csak utána ülnek be zen terembe, ugye meditálni. Miért? Az előző hasonlatot használva, hogyha valaki enyhe tavaszi széllel szeretné a jéghegyet elfújni, az nem fog menni. Azt törni kell. Hogyha valaki a forrásban levő vizet kalapáccsal üti, az már felesleges, az is. Még kicsikért ugye egy céltalan. Ugyanúgy a fúvó friss tavaszi széllel nem lehet a jeges vizet fölmelegíteni, illetve a felső 5 centit talán, de a többit azt nem.
Úgyhogy mindegyik karmikus helyzetre megtalálták az adott dharma gyakorlatot. És ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ezért érzem teljesnek és hatékonynak a koreai hagyományt, mert megtalálták azt a gyakorlat skálát, azt az eszköztárat, hogy az emberi karmák teljességét lehet vele látni, javítani, transformálni egyébként. Úgyhogy ez a gyakorlat így szépen struktúrálva, de aztán van egy olyan része, ami nem mondható el, mint ahogy nem tudom leírni azt a meditatív állapotot, ami nem fogható szóba. És igazából akkor kezd el ízletes lenni, amikor már csak érzed intuitíve ebben a pillanatban, de szóba már nem fogható, már nem fogalmazható meg. Hiszen az emberi fogalmak nagyjából úgy működnek, mint a halászháló a tengerben. Halakat, apró kis síkos konklúziókat lehet vele fogni, de a tengert nem tudod a hálóval kifogni. Ahhoz pont egy ellenkező mozdulat kell, el kell engedni a hálót, sőt ki kell venni a vízből, és neked kell beleugrani a vízbe. Akkor tapasztalod a tengert. A hálóval soha nem fogod. Nézd meg az emberiséget, nagyrészt külsődleges, kívül akar maradni mindenen, de abból a mindenből a legjobbat kiszedni és magának megtartani. Ugye? Tehát ki a lét tengeréből az én kis profitomat, az én kis boldogságomat ki akarjuk halászni, úgyhogy gyakorlatilag nem is tudjuk, hogy mi van a mélyén, alig látunk levele a mélyben. És a gondolkodásunk kicsi hálójával szeretnénk a nekünk tetszőt ugye kibányászni, és ez váltig nem megy, jön a cápa, jön a karcárnyú delfin, jön a medúzza, jön a polip, és így húz le meg, tépi a hálót, oda megy a hajóhoz így egy csápjával, és így, és akkor mi történik? Hát, hogyha más módszert választanak, akkor meg lehetne barátkozni a tudat tengerében levő összes lényel, és a gondolkodás hálója helyett a gondolkodást megelőző tiszta tudattal bele lehetne ugrani ebbe a tengerbe, és egyé lehetne válni ezzel a tengerrel. Nagyjából úgy, ahogy a vízcsepp visszatér az óceánba, és az óceánnál válik. És akkor van egy teljesség elmény. Nincs tudat, nincs én, de az a teljesség. Ez így használható, érthető, amit mondok? Nagyon. További kérdés, bárkitől bármilyen? Tessék. Ez egy személyes kérdés, a saját személyes kérdés. Úgy tűnik, hogy nagy ilyen személyes vonalon vagyunk. Nem, ez az én. És bárkinek a személyelet, ezt szeretném mondani. Bárkinek a személyelet. Lehet a tiéd is, mondja. Mert hogy nekem nagy olyan probléma, mint a szakszó, úgy hívjuk, hogy szociális fóbia. Ezért is vagyok itt, hogy ez kijöjjön belőlem, és hogy minél többet emberek között legyek, és úgy ezen. Pont ilyen könyveket olvastam, ami erről szól, hogy lehet a rossz dolgokat kiűzni, de hogy ezen hogy tud segíteni, vagy tud-e segíteni ez az irányzat. Mert... Tud, méghozzá azért, mert elérheted azt a tudatot, ami teljesen önálló, egyben teljesen társulásra képes. És ez látszólag ellentétes, hogy te bárkivel tudsz társulni, bárkivel tudsz együtt dolgozni, ha kell együtt élni hosszabb, rövidebb ideig. Tehát te teljesen önálló és független vagy mindeközben. Ez egy újabb paradoxon, és szokjuk meg, hogy ezen az inkább paradoxonokban gondolkodik, mert ott lehet egy picit a fogalmi gondolkodás kötelékeiből ugye kiszabadulni. Tehát megkérdezzük, hogy hogyan tapasztalod te azt, amit mások benned szociális fóbiának neveznek? Mondd ezt el, légy, és egy pár egyszerű mondattal. Mondjuk a pszichológusom mondta... Neked olyan is van? Igen, okay, ott voltam neked is. Így meg, hát igazából az gyerekkorom óta megvan, hogy igazából, hogy én megfogalmaztam, félek az emberektől, mert folyamatos bántást kaptam mindig. És egyszerűen bizalmatlanná váltam az emberek felé, és ezen kéne nekem valahogy most túllépnem, amióta apukám meghalt. Ugye egyedül vagyok, és nem tudom ugye úgy eltartani magamat, ha nem tudok elmenni például dolgozni. Ez akkor tényleg akadályként lép fel? Ez nekem nagyon. Tehát ez nekem abszolút 100%-osan az életminőségem. És mi van, hogyha azt mondom, hogy van egy olyan megközelítés, ami nem szociális fóbiában, vagy pedig
ennek az ellentéte? Állandó szocializációban mér. Jó? Tehát az állandóan ugye megpróbáljuk megpuszilni embertársainkat, ez az első szélsőség. Másik, hogy állandóan kívül akarunk maradni, és állandóan hagyjanak engem békén, ugye? Tehát, ha ezt az ellentétet meg akarod haladni, akkor nem társban és társtalanságban, szeretemben és nem szeretemben, bizalmatlanságban és bizalomban kellene gondolkodni, mert ezek állandóan jobbra-balra taszajtanak, egyik szélsőségből a másikból. Ugye ezt tapasztaltad? Egyik nap, ilyen másik, és ezzel nem lehet mit kezdeni. Ez borzalom. Akkor a következőt javaslom, ürítsd ki ezeket a gondolatokat, hogy az embereket szereted vagy nem szereted, és tér vissza ebbe a pillanatba, ahol nincs társ és társtalanság, nincs fóbia és mondjuk vonzalom, és hogyha ezt te kellőképpen gyakorolod és elérsz a tiszta, tükörszerű, nem gondolkodó, nem ítélő, nem megkülönböztető tudathoz, akkor helyesen ismered fel a helyzetet, helyesen teremtesz kapcsolatot, és helyesen cselekszel. De ez a helyes, mindegyik előtt ott van, ez a te tudatod tisztaságán múlik. Ha benned beépített érzelmi gátlások per hajtóerő, gondolati, ugye vonzalmak és ugye taszítások vannak, akkor te ezen gépezet szerint működsz, ezen mátrix szerint működsz, és ez szenvedés. Ha ezt meg akarod haladni, akkor tér vissza ahhoz a tudathoz, ami ezt még kényszerből, szokásból, kondicionáltságból még nem gyártotta le. És ez ebben a pillanatban jelen van. Ez ebben a pillanatban megismerhető, ez csak a szokásainknak a hegyét kell átugrani. Nem tollhegy, hanem Gellért hegy, annál sokkal nagyobb. Ez a sok-sok karma, amit összegyűjtöttünk. Felesleges azon gondolkodni, hogy most engem bántanak, vagy korábban én bántottam őket, és ez most nekem, hogy volt a múltban, jelenben, jövő, ez felesleges. Ebben a pillanatban itt és most kell megoldani azt, ami benned probléma. Ez a tudat, ami állandóan taszítja az embereket, ez később átválthat egy vonzásba, de az ugyanúgy terméketlen lesz, és ugyanúgy nem fog segíteni, mint most a taszítás. Tehát ne az ellenkezőjét akarjuk, mert mire odaérünk, akkor megint az ellenkezőjét akarjuk, és akkor mindig az a régi vicc jön be, hogy menjél le a kapuhoz, és nézd meg, hogy ott vagyok-e. Tehát ez egy nagyon fontos moment, hogy ne szélsőségekben és abszolút kategóriákban dolgozzunk, hanem ismerjük fel ezeknek a relatív, keletkezett és feltételhez kötött voltát. És ha így nézed, akkor a karmát már nem állandó, már nem tökéletesen zárt, már nem elérhetetlen, és múlandó is, tehát hozzá lehet nyúlni, és el lehet tanácsolni, de nem úgy, hogy tologatom jobbra-balra, mert akkor olyan, mint a kutya, hogy kidugod az ajtó, viszont az ablakon. Ugye? Tehát azt kellene tenni, hogy egy nagyon egyszerű, világos meditációs gyakorlattal visszatérsz ahhoz a tudathoz, amelyben még nem alakult ki a vonzás és a taszítás. Ez egy tiszta, tükörszerű tudat, ez tapasztalható, a tapasztalat szokása megerősíthető, ez a szokás erősebb lehet, mint a vonzás és taszítás szokása, és ekkor tudsz helyesen helyzetet felismerni, kapcsolatot teremteni és dönteni. Ezt a világ nagyon hamar be akarja darálni, mert észreveszik, hogy ez milyen jó. És ezt általában intuitíve, nem kognitíve veszik észre, mert ha nem tudnak róla, akkor nem tudatosan veszik észre. De érzik, hogy itt most van mit harapni, van mit enni ebből a toleranciából, együttérzésből, bölcsességből, úgyhogy ezt újra kell termelni. Ezt újra le kell tisztítani. Olyan, mint a tiszta autóddal. Kimész az autópályán egy picit az alföldön, és tele van ilyen bogárnyomokkal, megint lepucolod, megint tisztán látsz, megint belülsz a kormány mögé és mész. És ez napi rendszerességgel. Jó? Tehát ez megismerhető, gyakorolható, fenntartható. Erőfeszítés nélkül nem megy, nélküled nem megy, és ez is mulandó, mint minden állapot, tehát ebbe is energiát kell fektetni, és az a jó ír, hogyha ebbe fekteted az energiát, és nem a korábbi karmádba, akkor az tuti fix, hogy ez lesz az erősebb, és nem a korábbi karmád. Mert önállóan egyik se létezik. Te döntöd el. No? Egyéb kérdés? Mondhatod, buddhizmus a világon mindenhol. Hát én azt szeretném, de nem mindenhol. Hát azt nem tudom, hogy Ázsiában van különbség, kínai és koreai. Van, persze, árnyalat. Itt mondtad azt is, hogy a koreai
Tehát kihangsúlyolt volt a dolgot, hogy a kódaiak azt, tehát hogy van-e különbség, vagy csak árnyalat különbség? Hát ezeket hagyjuk méghozzá azért, mert ezek az árnyalatok nem fontosak. Most beszéltünk arról, hogy a Sung dinasztiabel és a Joseon dinasztiabel koreai buddhizmusban mennyi Kína jelen volt meg. Ez teljesen terméketlen, és ilyenben nem vagyok jó. Tehát nem vagyok történettudós, meg ilyen buddhista tudós, meg egyebek. Én egy gyakorló ember vagyok, és ezek olyan részletek és meg, amikkel én nem foglalkoztam, mert ezek nem célra vezetőek. És hogyha érdekel, van egy szekérderék irodalom, és olvashatsz, de ettől nem lesz jó. Ettől a probléma nem oldódik meg. És nyugodtan érdeklődjél, ismerjél meg egy csomó mindent, csak jelzem, hogy én ebben nem vagyok jó. Jó. Másképp mondd. Honnan tudom, hogy helyesen meditálok? Honnan, hogy nem ellenőrzöd. Tehát, ezt hogy képzeljem el? Ezt úgy kell képzelni, hogy először is relax. Ne aggódj. Oké. Oké. Ezt megbeszéltem. Tehát a meditáció is ilyen. Tehát nem kell amiatt aggódni, hogy helyes vagy helytelen. Nincs helytelen meditáció. Helyes sincs, de hát azt is tegyük félre. Olyan van, hogy erőfeszítést teszel. Tehát beülsz-e a, mondjuk most formás meditációról van szó, és nem az, hogy a buszon követed titokban a lélegzetedet, nehogy észrevegyék. Tehát fogod magad, és meditálsz. Az a fontos, hogy pillanatról pillanatra figyeld a lélegzeted, tedd föl a kérdést, halld a hangot, érezd meg azt, hogy honnan jön ez a kérdés, és mi az, ami hallja a hangokat, vagy mi az, ami mormol egy mantrát belül. Nincs jó és rossz meditáció. Mellékhatásként azt tudom mondani, hogy egyre kevesebb hibát fogsz véteni, de ha elkezded ellenőrizni, hogy hú, most jól meditáltam-e vagy sem, hú, most jobb ember lettem-e vagy sem, a referenciapont mindig a régi éned lesz, és itt a pillanatokat vissza lehet zuhanni. Tehát nem azért mondom, hogy ne ellenőrizd, hogy vakon, süketen és bénán menjél előre, hanem azért mondom, hogy oldozd el a kötelékeidet a múlttól. Tehát ne ellenőrizd a meditációt, de ebben a pillanatban láss tisztán. Tehát mindig törekedj rá, és ne nézd azt, hogy mennyire sikerült, majd az univerzum visszaigazolja neked, hogy kevesebbet szenvedsz, és kevesebbet szenvedtetsz. És akkor jó. De azt ne te mondd. Azt ne te minősítsd. Inkább mások mondják, hogy mi a keresztneved? Bianca. Bianca. Hogy ez a Bianca hogy megváltozott? Ez a Bianca teljesen más ez a lány, mint korábban. És neked meg teljesen hétköznapi a dolog. Miért? Mert felszámoltad a régi én referenciapontját, és nem hozod létre az új ént. Csak tedd. Legyen ez a fajta tisztító meditáció, tiszta tudat meditáció, ugyanúgy részed, mint az, hogy az ember bemegy a fürdőszobába és lesikálja magáról a fizikai koszt. Érdemes a tudatit is. Ez a kérdés, ez egy nagyon jó sikamika. És akkor változol megfelelő irányba, megfelelő módon, de ezt nagy részt nem fogod észrevenni. És akkor az ember megéri a tiszta tudatot, tehát hogy nem. Szóval nem fogja tudni, hogy most tiszta tudatban vagyok, hanem csak megéli. Igen. Ezt, erre azért mondom, hogy ezt így jegyezd meg, megéli, de nem fogja definiálni, hogy tiszta, mert akkor már szennyezett is abban a pillanatban. Értem. Nagyon jó. Van még egy kérdése tovább. Majd ha lesz, akkor felsz. Oké. Más valakinek? Bármilyen? Nekem egy mond. És aztán Marci. Mennyire érdemes foglalkozni a fizikai kondíciókkal? Mennyire fontos a testünk, hogy inkább a szellemmel foglalkozunk? Mind a kettővel kell, de tudván tudva, hogy amit a fizikumban teszel, az mindenképpen a kukába megy, amikor meghalsz. Viszont azért, hogy a tudati részt művelhesd, azért a testet is bizonyos szinten karban kell tartani. De sohasem az az igénye, hogy neked tökéletes legyen az egészséged, hogy te örökké próbálj élni, de legalábbis 120 évig is ebből olyan 90-et olyan fickósan, aki van. Tehát, mert az úgy nem van. Tehát ezt úgy kell csinálni, hogy a szellemi célok érdekében a fizikumot is kell egy picikét arányosan karban tartani, de soha ne a fizikai test legyen a cél, az legyen az eszköz.
ugyanis maga a felállás, tehát ahogy megszülettünk és elkezdtük használni ezt a testet, ez záloga annak, hogy ennek egyszer öregség, betegség, halál lesz a vége. Senki nem kivétel. Senki. És amikor erre a Buddha rájött, azt mondta, bocs, nekem ez így nem jó. Ez az egzisztencia, így nekem nem kell. Legyetek szessek valami egyebet mutatni, mint születés, öregség, betegség, halál. És ekkor tért az útra, és ekkor kezdett a szellemmel foglalkozni. Aztán a 6 év alatt rájött, hogyha a fizikumát vagy túlhúzza, elhanyagolja, többször a halálig ment a küszöbig, aztán visszajött. Rájött, hogy a tudatnak feladata van, és az inkarnációs feladatot be kell teljesíteni, és addig a testnek húznia kell. Ha meg beteljesítheted, akkor történik valami, és viszlát. És ezt a feladatot felébredettséged mértékében te határozod meg. Ha nagyon felébredett vagy, akkor teljesen a tiéd, akkor gyakorlatilag dönthetsz. Valódi döntés nem az, hogy milyen fogkrémet vegyél a szupermarketben, tehát nem ilyen szintű döntések van szó. Ha pedig kellően bele vagy betonozva a téves nézetek a vágyak és a harag kötelékeibe, akkor meg megmondják neked, vagy kialakul, de úgy tűnik, mintha te döntöttél volna. Jó? Tehát ezért kell a tudatra gyúrni, és a testet ezért karban tartani, hogy a tudat gyúrhasson. Egyébként teljesen felesleges, mert ez egy nagyon rossz beruházás. 66-68 kimennyíti volt, 66-68% víz. Az összes több ilyen egyéb rostanyag, nyomelem, tartósítószer, és ebben van egy szénhidrogén vagy szénhidrát alapú égési folyamat, amit életnek nevezünk. Most képzeld ezt el, 66% vízben, 68%, benne van egy ilyen szénhidrát alapú égési folyamat, de állandóan táplálni kell különböző finom étkekkel, különben kihúny, idő előtt kihúny. De maga a felállás, tehát az, hogy vízben van a tűz, már záloga annak, hogy bármiféle egyensúly zavarál be, elég, ha nem iszol vizet 3 napig, az átlagember abba kinyitfan. Veselégtelenség, csokkal. Tehát nagyon-nagyon gyorsan a víz és tűz, meg egyéb elemek, most nem megyünk bele az óhelyünkbe, az ötelembe nagyon, az egyensúly megbomlik, kész, választatsz új testet, és kész. És az nagyon-nagyon kellemetlen. Tehát iszonyú törékeny. Iszonyú mulandó, iszonyú feltételhez kötött. Most ebből arra kéne gyúrni, amelyik ugye tovább megy, és nem a különböző szemétkosarakban végzi, és a tudat az, ami megy tovább, és a test az, ami különböző hamvasztási és temetési eljárásokkal aztán visszakerül az anyaföldbe. Úgyhogy fontos maga helyén, ne várjunk tőle tartós és jó eredményt. Egyéb kérdés. Marci? Igen, Borden, most félig kaptam már azt itt a harag kezelés, meg a dűnek a kezelése, hogy hogyan tudom én könnyebben csúnya szóval elengedni a dolgot, de tiszta tudat, és akkor jó. Marci, hogyha nagyon haragos vagy valakire, van, akkor keressél egy ilyen útépítést, ahol vannak munkagépek, és kérd meg, hogy állhass egy kicsit az úthenger elé, jó? Engedd, hogy jöjjön felé. Nem itt fontosabb van nekem a vízzel problémám, hogy én hamar fölkapom a vizet. Az úthenger is jön, tudod, hogy abban a víz van. Sok tonna víz, és ez így jön felé. Az a jó, hogy ez lassabb, mint a dűnek a kicsapás. Viszont ugyanolyan dorong és lehengerlő az egész. És engedd, hogy idáig jöjjön, és akkor állítsd meg. Köszönöm, elég volt. Na, ez a köszönöm elég volt ez a dűre is belül, mert ugyanígy letarol mindent. Tehát legyél szíves ugyanígy eleget mondani a dűre is, hogy most elég volt. Néha nagyon jó dűből küzdeni, relatív és nagyon-nagyon rossz eredmény, de hirtelen ugye utánégetővel elsül az érzelmi bomba, és akkor megoldottál valamit, a salakot meg majd valahogy főkaparod. Azt tudjuk, hogy dűből nem lehet nyerni, se küzdeni, se semmit, ezt tudjuk. De néha nagyon azt is, mert az az érzelem, az az adott hormonkeverék túllendít valamin, és akkor megoldottad, és hiába ugye, mondjam, hátralékos a dolog, össze kell szedni a cserepeket, fel kell törölni a vért a padlóról, tehát ilyeneket a dű tud csinálni, de néha megoldja a dolgokat, rosszul, de életben maradtál. No? És aztán egy csomó mindenért tisztítani alól. Tehát, hogy tudsz megszabadulni tőle? Egy,
meglátod a düh következményét, úristen, be kell kötözni, hát oda vágtam egyet. Következő, meglátod a düh tényét, nem a következményét, a tényét. Tehát már egy pillanat előrébb vagy, és rájössz, na most vágnám pofán, hogyha nem jöttem volna rá, hogy dühös vagyok. Akkor még mindig ott forr belül, tehát neked kicsit tekerni, és rájössz, hogy ezt így kézi vezéléssel düh letekerni nem lehet. Forra víz, ott a tűz, mondjuk el kell oltani a tüzet, és az ellobbanás, ennek a nagyon komoly dualisztikus érzelemtömeg ellobbanása, ez úgy következhet, hogy visszajössz a érzelmek elé, a gondolkodás elé. Abba a tudatba lépsz vissza, hogy ez még nem keletkezett. Jó? Ez nagyon fontos. És akkor, ez a harmadik, akkor a teljes ugye, düh előtti állapot van, egy eredeti tudati állapot, és a negyedik, amivel nagyon kell vigyázni, az a felhasznált düh. Nem megmondtam, hogy nem mész át a sarkon? 3 éves gyerek is rohanna a teherautó alá. Tehát szimulálnom kell, mert a gyerek akkor éppen másból nem ért. Fogalmazik is, kemény fejű lurkó, és nem hallja meg. Nem menj át az úton. Ezt nem hallja. Nem mész át, érted? És ez úgy tűnik, hogy oh my God. Na de, érted, nem sérül bele, csak úgy bele van imprintelve oda a kis tekerőnyeibe, hogy ezt így nem. És ezt egy düh típusú pillanatra így felvillanó érzelemmel elérted, és utána minden szép és happy és nyug és megértette, csokit kap, kész. Jó? Tehát ez a negyedik, de ezzel vigyázzunk, mert ezzel szokta az ember mentesíteni magát a feladat alól, és akkor visszaléptünk az első fázisba, hogy jaj, de hát én tényleg bodhiszattva módon vágtam pofát. Hát azért kapott egy maflást, hogy felébredje. Na, ez nem megy. Jó? Egyéb kérdés? Mondd. Most egyéb volt a düh és a félelem, mert nagyon jót mondtál. Mert az ember valaki előben félelem, tehát nem megyek egy 220-tal jövő autó elé, de vannak másfajta félelmek is. Maradjuk az objektív állatot nagyon emberi félelmeknek. A 220 elé azért nem állok oda, mert azt tudjuk, hogy akkor nagyon gyorsan vége van. Tehát általában nem ettől szoktunk félni. Mástól. Emberi kapcsolatoktól szoktunk úgy félni, mint a tűztől. Nem akarod látni? Nehogy félj, nem eszem fel. Ettől sokkal jobban szoktunk félni. És most a félelemmel kapcsolatban mi a kérdés? Az, hogy ezt ugyanilyen, hogy lehetne küzdeni, tehát teljesen gyöngyödik. Biztos, hogy nem lehet. De lehet? Elég, ha időszakosan sikerül, aztán pedig meglátod a félelmet, mint ahogy a dühöt is, és megint visszalépsz elé. Azt elvárjuk, hogy teljesen eltűnik, amíg ebben a testben vagyunk, addig lesz félelem, harag, agresszió, de lesz együttérzés, bölcsesség és segítség is. És megint szokás hatalma az, hogy melyiket építed föl, hogy ebben a pillanatban melyiket használod, az pedig a tudatod hatalmától, igazi önerejétől függ. Szívszutra, a nagy meghaladó bölcsesség szíve szutra, nem pszichológikus, tehát az nem állítható, hogy bármilyen pszichológia lenne benne, viszont a tudatnak az alaptörvényeit azt szépen leteszi, majd hozok szöveget, és majd szépen mindenki elviheti magával, és olvasgathatja, de ne várd azt, hogy ezt kognitíve megérted, mert egy csomó minden van benne, amit csak hosszas évek meditációs gyakorlatával lehet mélységében megérteni. A mondatszerkezet szintjén szép, ékes magyar nyelven van, elolvasod, megérted, de látod, hogy nem érted. Viszont ebben a szívszutrában van egy olyan rész, amiben egyetlen egy mondat van, ami pszichológikusan fogható fel, magyarul közvetlenül a tudat jelenségeivel foglalkozik, és nem valami egyében keresztül tanít. És azt mondja, hogy a meghaladó bölcsesség által a bódhiszatvának, nekünk a törekvőknek, akadálytól mentes a tudata. Eléred a meghaladó bölcsesség állapotát, amiről most beszéltünk, meghaladván a dualisztikus érzelmeket, gondolatokat, egyébet. Ebben az állapotban, akár meddig is tartson, akadálytól mentes a tudatod. Mert a saját gondolataid, érzelmeid nem jelentenek akadályt. Ugye? Ez így látható.
következő mondat, mivel akadálytól mentes a tudata, rettenthetetlen, az angolban és a kínaiban is, no fear, no hindrance, therefore no fear. Rettenthetetlen, fogalmazhatnánk, hogy nincs benne félelem, és meghaladva minden illúziót, az ellobbanást eléri. Pszichológia zár. Két mondat volt. Ez nagyon fontos, az összes illúzió, most ne a reklámra gondoljunk, az is illuzórikus, ezt már tudjuk, hogy mindenhol van apró betű, de a saját magunk által keltett illúziókra gondoljunk, amit azért ismerjük föl, mert alatta nincs az, hogy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Azokhoz nem párosul ilyen apró betű. Azt nekünk kell fölismerni és feltérképezni, hogy valójában a mi illúziókeltésünk hogyan működik. És hogyha ezt megtettük, akkor az illúziókon túlléphetünk, és az illúziók tüze, ami a vágy tüze, a harag tüze, a téves gondolatok tüze. Nekem igazam van tüze. Ugye? Az a tűz ellobban, az énség nem termelődik újra, és ekkor akadálytól mentes, tiszta tudatod van, melyben nincs félelem. Ez mind lehetséges. Ez mind lehetséges. Csak tenni kell érte, és az a jó, hogy tenni kell érte, különben, ha nem, akkor tablettában forgalmaznám, iszonyú drágán. Tehát, ha teszel érte, akkor megvalósítható, mert a természete már benned van, nem lehet a megvilágosodást kikeverni és beadatni kanalas gyógyszerként. És éppen ezért csak a maradvány karmádat kell ledolgozni, és a tudat eredeti fénye tisztán, világosan látszik, és fénylik, és működik. Mondd! És a megfelelés és az elfogadás vágya az rossz, akkor? De miért lenne rossz? Akkor az nem baj, hogyha arra azért teszek, hogy elfogadjanak? Vagy de jó sem. Miért akarod elfogadtatni magad? Nem, én nem akarom, pont ez az. Hú, én akkor azt... miért nem akarod elfogadni? Ez most egy nagyon fogós tavasz kérdés volt. De erre ássál le. Nem nekem kell most megmondani, ha akarod, mondd meg. Nem gond. Magunk között vagyunk. De az igazi kérdés, az a magad számára, hogy miért nem akarod, hogy elfogadjanak? Tudod? Hát, inkább csak sejtet. Tessék a sejtést meditáció tárgyává tenni, és a kérdéssel, nem csak nagy kérdések vannak, kis kérdések is vannak. Mindig azt a kérdést kell alkalmazni, mint a villáskulcs. 24-es csavar, 24-es villáskulcs. Kis kérdés, kis probléma, kis kérdés. Nagy probléma, nagy kérdés. Tehát, miért nem akarom elfogadtatni magamat? Ugyanúgy, mint a mi ez a nagy kérdést, minden belégzéskor szépen elismétled. És engedett, hogy a mozifilm a megfelelő archívumból feltegye a tekercset és közvetítse a választ. Pedig egy csomó minden van. Kisfilm, rövidfilm, hosszú film, reklám, matiné, híradó, minden van. Egyszer csak följön az a tekercs, ami pont azt közvetíti, ami kell. És jelentősége van annak, hogy milyen testbe születünk? Igen, ez tudatfüggő. Amilyen tudatod van, olyan testet kapsz. Magyarul, amit az a tudat meg tud valósítani, meg akar valósítani, meg kell valósítania, ahhoz kap egy nem csak olyan testet, egy olyan helyet és időt, ahol megszületik. Tehát ismételt kérdés lehet, hogy miért születtem ebbe a testbe, miért születtem ide és most? Hát ebben az időben és ebben a térben. Ezt mind-mind lehet. Ezek mindig kis kérdések, ahhoz képest, hogy mi az, ami megszületett. És inkább az akut és nem a kicsit teoretikus problémával foglalkozzunk, ami teoretikusnak tűnik, ez a tér és idő probléma. Inkább az akut probléma, hogy miért nem akarom elfogadtatni magamat az emberekkel, vagy továbbive, miért nem akarom, hogy megismerjenek engem az emberek. Az elfogadással megismerés is van. Egy csomó minden. Jó? És ezt tedd meditációt tárgyává, és aztán az eredményt a téged jól ismerő, vagy téged jól látó emberekkel meg lehet beszélni. Hogy ők hogy látnak téged. Hogy látják Biancát. Jó? Benne. Na, nagyszerű. Egyéb kérdés, mondd? Ha felteszem azt a kérdést, hogy ki vagyok én, vagy ezen gondolkodom, mennyire
kell, hogy hagyjam magam befolyásolni, hogy szerintem ki vagyok én, és mások szerint ki vagyok én. Mind a kettőt féleketem. Az, hogy ki vagyok én, abban két hiba van. A ki, meg az én. Tehát a mi vagyok, az már egy fokkal jobb, érzésszívű, nagyon humanitárius gondolkodású embereknek, ez egy kicsikét már tárgyas. De vegyük észre, és ez nem egy materiális gondolkodásmód, hogy a ki, a személyiség, az már egy kivetítés. Azt már megteremtette a tudat a maga ugye, identitás kényszerében, és legyártott egy egoitást, amire azt mondom, hogy én ez vagyok. És hogyha ezek mind-mind lejárnak, és mind-mind látom, hogy a szavatosság ideje az egy ilyen mikromásodperc volt, akkor visszatérhetsz arra a tudatra, hogy nem tudom. És ehhez, ennek a megtartása az jobban mi vagyok, vagy a mi ez. Mert a vagyokban még azért ott van ez a vagyok, aki vagyok, egyes szám, első személy, személyra, stb. És ezért a mi ez, az sokkal jobb, mert ettől a két buktatótól mentes, hogy ki, meg én. És az, hogy te mit gondolsz magadról, meg mások mit gondolnak rólad, az teljesen irreleváns az adott igazsághoz. Te azt figyeld meg, hogy te valójában hogy működsz. Valójában milyen okozati kapcsolat van közted és a világ közt? Közted és a másik ember közt? Tehát gondoljuk el történelmünk nagy személyiségét. Napóleon azt gondolta, hogy ő felvilágosítja Európát, és a gyönyörűséges új történelmi kort hozza el. Hitler is így gondolta, Sztálin is így gondolta. Nézzétek meg! Tehát az ő önképük, meg amit mások mondtak róla, nem tudtak más mondani, akkor mentek a gulágra, vagy a kálekbe, vagy valami olyan csúnya egyéb helyre. Ez teljesen irreleváns volt ahhoz képest, hogy az illető valójában működött. Tehát valós tényt, az, hogy mi ez, és valós működést kell látnunk, mert ekkor állunk a realitás talaján, és ez nagyon kemény mérkőzés. És le kell számolni azzal a kényszerrel, hogy magunkat jónak vagy rossznak lássuk. Mindenki jó ember akar lenni, és közben tönkre megy a világ. Hogy van ez? Tehát valahogy ez az egész beállítás, hogy jó meg rossz meg, ezek a paraméterek, ezek nagyon nem működnek helyesen, és ezért is fűződhet az a monda hozzá, ezekhez a dualisztikus kategóriákhoz, hogy ez egy hibából eredt. Hogy eltévesztettük az étlapot, és pincér helyett kígyó jött, és elkezdte a gyümölcsöt felszervírozni minden más egyéb kaja helyett. Azt tudjuk, hogy a végén kell volna jöjjön. Az elején volt, és ráadásul ez a nagyon kemény alma típusú dolog, és torkodon akad végen. Tehát, érted? És meg kell nézni, hogyha valakinek pszichológikus hajlandósága, megnézhető, hogy milyen tudati elemeknek felel meg a kert, a fa, a kígyó, az alma, a férfi, a nő, a különböző ugye, történések, de most nem valláspszichológián vagyunk, hanem közvetlen tudati ráközelítésen. És ez mindenkinek a saját kis Wikipédiás tanulmányórája lehet, hogy itt Freud bácsék és Jung és egyébként kik mit gondoltak, és ez az egész mítosz, hogyan illeszthető a tudat teremtése című tanba, mert ez abszolút beleilleszthető, és ez ha van ilyen irányú érdeklődés, ez házi feladat, hogy az alatamszakasz útra azt mondja, hogyha meg akarod ismerni a világegyetem természetét, akkor fogd fel úgy, lásd úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. És ez hogy hozható össze ezzel a kertműveléses, gyümölcsös problémával? Jó? Hogyan állítható ez párhuzamba? Mi ennek a kettőnek a kapcsolata? Úgyhogy a magunkról alkotott kép, a másokrólunk alkotott képe, stb. Szemétkosár, és valójában mi vagy, valójában milyen személyiséget hozol létre, mert akkor van egy provizorikus ki. Ez érvényes, csak nincsenek szilárd határai térben, időben, tulajdonságokban. És valójában hogy működsz? Én mindenkit szeretek, de akkor miért zokog és átkozódik, üvöltözik körülte mindenki? Tehát ezekre rá kell valahol látni. Egyéb kérdés?
utolsó kérdés, hölgyeim és uraim, mert annyira jók voltunk, hogy a lineáris idő haladtát észre se vettük. És azért, hogy legyen a következő alkalomra, és most egy záró kérdés, és utána pedig mehetünk pihenni. Mondd. Bármely következő életemben emlékezni fogok egy mostani tapasztalatra? Szeretnél? Igen. Nem fogsz. Jó lenne. Biztos? Hát, mert ha tudom, most elkövettem a hibát, és legközelebb a következő életemben tegyük fel, akkor már nem követném el. Mert, hogy... És mi lenne, ha most kiavítanád a hibát, és kérdődte? Kiavítom, tehát most tanulok a hibámból, igyekszem tanulni, igen. De akkor legközelebb már nem követném el ezt a hibát. Tehát, ha ezt most megtanultad, és teljesen nyugvópontra jutott az ügy, és egyensúlyon és a szokások kiegyenlítődtek. Akkor az a tudattalamban szépen elraktározódik, és ami karmát te magaddal viszel, és nem kell vele foglalkozni, mert jó gyerek, és már mindent tud, hanem kell emlékezni. Csak úgy jön. Akkor mégis csak jön. De nem emlékszel rá. Oké, tehát tudatalat ott lesz. Tudatalat ott lesz, ott szépen ketyeg, és hogyha a külső körülmények azt diktálják, akkor az működésbe lép. Tehát ez a kiváltó ok, vagy mély ok, mély tudati ok, feltétel, külső feltétel, és a kettőnek a találkozásából van az esemény. Tehát a benned lévő kiváltóból, vagy tudati predispozíció, kiváltó stimulus, és onnantól kezdve van esemény. Úgyhogy azért mórikáztam az elején kicsit ezzel az emlékezéssel, ugyanis a házi feladatodra nem tudsz nem emlékezni, hiszen azzal a tudattal jössz le, hogy annak valami feladata van. Abban van az összes elintézetlenséged, a megszülető énedben. Az összes ellentét, forrongás, paradoxon, akarom, nem akarom, arra nem tudsz nem emlékezni. Ami pedig ott a békés és már kicsit tudattalamból is megy, ami már nem kell annyira foglalkozni, az ott van lent. És még az is ott van, amit nem engedtél a felszínre. De most ennek az elemzésével nem megyünk bele. Tehát nem csak jó dolgok vannak a tenger mélyén, de amire nem kell emlékezned, arra nem emlékszel, amire nem hagyod, hogy emlékszel egy ideig arra se, de az meg dörömböl, és az meg szépen, mint a bekészített, időzített bomba, az meg az adott körülmények, emberek, találkozások, déjà-vük alkalmával, az meg szépen működésbe lép, és tolja az energiát, meg az információt, hogy foglalkozzál vele. Tehát, ahogy az előbb mondta Biancának, hogy az én referenciapontját számoljuk föl, és ne gondoljuk egy korábbi én tekintetében, hogy most jobbak lettünk, vagy rosszabbak, ugyanúgy ne akarjunk, mint emlékezni, vagy felejteni semmire. Oldjuk meg a problémát, és a probléma, ha jól megoldódott, akkor azzal nem kell foglalkozni, és egy kvázi pozitív, vagy semleges, tudattalani tényező lesz, vagy pedig ott ühölt a felszínen, vagy csak várja, hogy kinyissák az ajtót, ugye, mint a cirkuszban a rácsot, és akkor jön befele. Ugye? Tehát az a szerencsé, hogy ezt nem kell eldöntened, hogy te szeressél emlékezni, vagy ne szeressél emlékezni, de a te tudati tevékenységed függvényében alakul az ki, hogy mi lesz a következő életed személyisége, abban milyen aktív tudatállapotok lesznek, és milyen tudattalan tényezők és tartalmak lesznek. Ez a mostani tevékenységeden múlik. De azt te nem tudod kézzel állítani, hogy jaj, hát én erre a következő életemben emlékezni szeretnék, mert ez olyan jó volt. Vagy azt, hogy hú, hát erre soha többet nem akarok gondolni. Soha többet ezzel nem akarok találkozni. Én semmit az ég, ez olyan szörnyű volt, hogy ezzel aztán több. Ez nem így működik. Az elintézetlenségek mindig körpályán mozognak. Ellipszis, egyebek. És akkor szépen jönnek. Kell velük foglalkozni, új alakban megjelennek. Emberi kapcsolatok ugyanezek. Te magadban nem változtál, nyugodtan kirúghattál te bárkit az életedből, ha a te tudati diszpozíció, tudati beállításod nem változott, a következő héten, hónapban, bármikor ugyanazt a típust fogod bevonzani, és úgy, hogy a felszínén teljesen másnak fog tűnni. Egy kis ismerkedés után kiderül, hogy már megint belehúztam. És miért? Mert belül nem változtál. Lényegesen nem változtál. És ha belül lényegesen változol, akkor változik a személyiséged is, a kapcsolatok is, és a következő élet is. Jó?
Jó lesz? Akkor örülök, hogy ez mindenkinek ma láthatóan a szempillantásokból, az arcokból látva, ma javára vált. Megköszönöm mindenkinek az értékes és kitüntető figyelmét, mert anélkül tényleg nem lenne semmi. És jövő héten veletek együtt ugyanitt. Köszönöm.